Sziasztok, mongufták! Egy újabb komoly témával jöttem hozzátok, ez pedig az ok nélküli bántás és mások piszkálása. Szerintem mindenkivel megesett már, hogy ok nélkül piszkálták, bántották, vagy csak hallomásból ítéltek el valakit. Ez nagyon nem szép dolog. Egy barátommal történt meg az eset, amire én most reagálok. Nem nevezem meg, de nem tudom szó nélkül hagyni. Idézni fogok tőle, ebből lehet tudni, kiről lehet szó. A mélyebb témákkal elgondolkodtam. Igen, lehet mélyebb témákról beszélni YouTube-on, sőt, eszeszó játékon belül is lehet, én is a live-okban szoktam beszélgetni komoly témákról, és helye van. Attól, hogy a YouTube-on sok olyan videó van fent, ami hasonló témát koncolgat, nem jelenti azt, hogy nincs szükség rá itthon Magyarországon. Egy lélek oly könnyen megtörhető. Gondoljatok bele, egyetlen rossz szó életet is oldhat. Ez nem vicc, nem poén kategória. Hallomásból ítélni a legrosszabb srácok. Engem is hányan elítéltek régebben, gondoljatok vissza. És idővel megismertek, bocsánatot kértek, ami nagyon tiszteletre méltó, és belátták, hogy ismerd meg azt az illetőt, mielőtt ítélkezel. És ne is ítélkezz. Az, hogy ki milyen, nem lehet egy alap lelki állapotból megállapítani. Lehet, hogy rossz napja van, neked is volt rossz napod. Mindenkinek vannak rosszabb napjai és jobb napjai. Nem lehet egy nap alapján megítélni valakit, vagy attól, hogy éppen mit mond. Arra se lehet hivatkozni, hogy ilyen a személyiségem, hogy én bunkó vagyok. Nem! Én is sokszor bunkó vagyok, tudok róla, küzdök ellene, és dolgozok, hogy ne legyek mindig az. Senki nem érdemli meg, hogy lenézzék. Ezt vigyük magunkkal. Csak ennyit szerettem volna. Gondolkozzunk el mélyen, és mielőtt bárkit elítélünk bármilyen cselekedetéért, először gondoljuk át, hogy mi hányszor hibáztunk, minket hányan ítéltek el, minket hányan piszkáltak, mennyi bántást kaptunk az eddigi életünk során, és akkor kétszer meggondoljuk, hogy piszkáljuk-e az illetőt, ugye? Szükség van a komoly tartalmakra. Erre is szükség volt. Mongufta Kát, sziasztok!